4 héttel ezelőtt egyirányúsították a Rákóczi utat. A tapasztalatok szerint a korlátozás nem okozott nagy fennakadást, a járművezetők gyorsan megszokták a változást. Pénteken azonban befejeződtek a munkálatok, újra birtokba vehették az útszakaszt az autósok. 4 hétig tartott pontosan ez az útlezárás, sikeresen nem nyúltunk bele az 5. hétbe, amit ígértek, az időjárás kedvezett számunkra, és azt is sikerült megoldanunk, hogy a Rákóczi út új nyomvonal lefektetés mellett még a környező megsüllyedt aknákat is sikerült színbejeznünk, és ezért kisebb foltok is láthatók a Rákóczi úton. A 60-i önkormányzat csatorna beruházási kapcsolattartója hozzátette, további úthelyreállítási, törmelékeltakarítási munkálatok folynak még új 60 területén. Most a Teleki úton fejeződött be a csatornafektetés, ott az úthelyreállítás, illetve még a Bezerédi utcát fogjuk aszfaltozni, és több helyen még az úthelyreállítás sorra fog kerülni. Bízhatunk benne, hogyha jó az idő, akkor még idén, de előkövetkezhet az is, hogy tavasszal fogjuk ezeket az utcákat helyreállítani. Az utak helyreállítása a közútkezelő előírásai és jóváhagyása alapján készül el.